Köszöntöm nézőinket, Molnár Pállal, a Városgondosság vezetőjével beszélgetünk. Éppen szálingózik ismét a hó. Hétvégén leesett az első hó, amire a mezőgazdászok régóta vártak. A lakosok azért nem biztos, hogy örültek a hóeltakarításnak. A gondnokság hogyan és hogy látott hozzá a munkákhoz, és mikor kezdték el takarítani a havat? Mihet lehetőségünk volt arra, hogy olyan mennyiségű és olyan vastagságú hótakaró volt a város útjain, hogy indulhattak a gépeink, elindultunk. Ez hajnali 2 órakor volt, amikor az a néhány centi hó, amit már el lehetett tolni, leesett. Egy tolással indítottunk, körbe toltuk a város útjait, majd pedig megkezdtük a síkosságmentesítést, útszórósóval oldjuk meg ezt a problémát. Nagyon nagy mennyiségű sót ki kellett juttatni, ugyanis a hőmérséklet nagyon alacsony volt, mínusz 6, mínusz 7, esténként mínusz 8, mínusz 9 fokot is mutatott a hőmérő higanyszála, és kénytelenek voltunk tiszta sóval dolgozni, ugyanis mínusz 5 fok alatt már nagyon-nagyon nehezen olvasztja a hó. Egyébként a város lakossága ezt tapasztalhatta, hogy voltak mellékutak, ahol hiába sóztunk, nem kezdődött meg az olvadás, és amennyiben nem kezdődik meg az olvadás, a hónak az eltakarítása, eltolása is nagyon nehézzé válik. Ezt a műveletet, a sózást folytattuk a vasárnapi nap is, valamint tegnap is, mai nap is a mellékutakat még egyszer átsóztuk. A eltakarításra váró hómennyiség a vastagság szerint 10-12 centi volt, amely lehullott. 155 kilométer útszakasszal rendelkezik a város, ebből 95% burkolt, tehát durván egy ilyen 145 kilométer útszakasz kellett mentesítenünk. Hogyha a város lakosság azt tapasztalt, hogy a főutak voltak első körben mentesítve, ez így is volt megtervezve, a nagyforgalmú főbutakat mentesítjük, és utána tudunk csak sort keríteni a mellékutakra, és olyan nagy mennyiségű úthálózattal rendelkezik a város, hogy ez több napot vesz igénybe. Ma elmondhatjuk azonban, pontosabban tegnap este elmondhattuk, hogy a város útjai kétszer át lettek sózva, a mellékutakat is figyelembe véve, valamint ahol lehetett a tolási munkákat is elvégeztük. Természetesen a parkolók, a kereszteződések csinosítása, a munkák pontosítása még most is jelen pillanatban is folyik. Szombaton délután láttam a városban, hogy kézi erővel is dolgoztak, több helyen lehetett látni a munkásokat, akik dolgoztak. Természetesen ez csak a közutak síkosságmentesítése volt, amit az előbb elmondtam. A szombati nap piaci nap volt. Itt elsősorban mentesíteni kellett a piacot, hogy az árusok le tudjanak pakolni, a vásárlók be tudjanak menni vásárolni. Ezt úgy érzem, hogy zökkenőmentesen meg tudtuk oldani. Délőtt 10 óráig tudtak a kollégák dolgozni. A város főterén voltak járdaszakaszok, amelyeket nem tudtunk már egyszerűen letakarítani. 10 órakor sok értelme nem volt, ugyanis olyan nagy létszámba jött a vásárlók, hogy nem tudtak a munkagépek és a kézi munkaerő sem tudott úgy tevékenykedni, ahogy elvárható lenne. Ekkor elküldtük az embereket pihenni, és 14 órától folytattuk a hó eltakarítását, és vasárnapra sikerült is a város belterületi járdaszakaszait teljes mértékben hótól mentesíteni és síkosságmentesíteni. Gondolom, hogy azért már számvetést készítettek, hogy körülbelül mennyi anyagot szóltak ki, és körülbelül hányan vettek részt, és hány munkaórán dolgoztak ez alatt a 4 nap alatt. Ki sem merem mondani, de mégis kimondom, hogy milyen mennyiségű, körülbelül egy 110 tonna sót kellett kiszórnunk, ez óriási költség, tehát mérlegelnünk kell mindig, hogy mi az a mennyiség, amit még ki kell szórni, és mi az, amikor meghúzzuk a határt, hogy nem mehet, mert a választók és a lakosság részéről megvan az az igény is, hogy a jó gazda gondosságával végezzük a síkosságmentesítést, és itt költségek szempontjából nagyon rossz, vagy nagyon el lehet csúszni, hogyha rosszul szervezzük, és esetleg túlzott mennyiségben szórunk ki. De most annak ellenére, hogy kevés volt a hó, ez a 10-12 cm nem olyan nagy mennyiség, viszont a hideg időjárás miatt kénytelenek voltunk ezt a mennyiséget kijuttatni a város útjaira, ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjanak közlekedni. A város lakossága részéről egyébként nagyon sokan megértőek voltak, de azért voltak észrevételek is a munkánkkal kapcsolatban. Azért tudomásul kell venni, hogy ha leesik a hó, egyik pillanatra a másikra nem tudja a város ezt megoldani. Hogy korábban említettem, egy 2 nap kell ahhoz, hogy mentesíteni tudjuk azokat a mellékutakat is, amelyek a város perifériás részein találhatóak, de úgy érzem, hogy a mai napra ezt sikerült megoldani. Költségek tekintetében, mondjuk a kérdés elhangzott, a munkagépek gázolajfogyasztása az, ami még nagy terhet ró, összességében nem számoltuk még ki, de milliós nagyságrendű
mind a kiszórt sónak a költsége, mind az eltöltött munkaóránk, mind pedig a felhasznált hajtó és kenőanyagok értéke. És hát az előbb itt beszéltünk, mondta, hogy még most is dolgoznak. A parkolókat is gondolom, hogy most már miután mentesítve van a nagyobb úthálózat, igyekeznek a parkolókat is rendbe tenni. Ott azért nem egyszerű, hiszen sokszor autók is állnak ott, tehát gondolom, hogy ezt inkább ilyen hézagosan tudják, tehát folyamatosan nem tudják megoldani. Így igaz, a lakosság tapasztalhatja azt, hogy a parkolók egyik része, vagy a parkoló egyik része el van takarítva, síkosságmentesítve, vagyis ahol is el van takarítva, viszont vannak szakaszok, ahol hótalálható, természetesen azért, mert jármű állt. Nyilván a parkolást meg kell a járműeknek való oldani, de a járművezetők megértőek és konstruktívak, együttműködőek voltak ebben. De hogyha olyan járművel találkozunk, ahol nincs sofőr, nem tudjuk eltávolítani az járműet, ott kénytelenek vagyunk többször visszavonulni. Szerencsére azonban az elmúlt évben sikerült pályázatból egy olyan árukásó és kotrógépet szerezni, amely ezeket a munkaműveleteket nagyon-nagyon jó szinten el tudja végezni. Kerékpárutak mennyire járhatók most jelenleg a városban? Kerékpárutak tekintetében rövidebb a eltakarítási határidő, ugyanis olyan céljárműveink vannak, amelyek elférnek a kerékpárúton, teljes szélességben tudják akár több menetben is sózni, valamint a havat is le tudják takarítani. A kerékpárutak tekintetében egy nap alatt sikerült teljesen hómentesíteni. Ebbe természetesen a Karcagot Berekfürdővel összekötő kerékpárút nem tartozik bele, a városban található kerékpárutakat sikerült, valamint meg kellett oldanunk még a aluljáró mellett található kerékpárútnak a mentesítését is, ez egy új feladat, de itt hétfőre sikerült a hólyártakarítás és a síkosságmentesítést megoldani. Ahogy így hallgattam a meteorológiát, nem igazán ígér jó időt hétvégére, de gondolom, hogy folyamatosan 24 órás ügyeletben vannak, tehát hogyha újabb hómennyiség, vagy ónos eső, vagy bármi jön a városra, akkor ismét mennek és takarítanak. Természetesen nagyon-nagyon jók már az előrejelzések, tudjuk internetes térképeken keresztül akár 2 órával előre nézni, hogy hol tartanak a viharfelhők, hol tartanak a hófelhők és milyen hőmérséklet. Várható, föl vagyunk rá készülve, 24 órás ügyeletben van, nem csak a gépek tekintetében van 24 órás ügyelet, hanem a kézi munkaerő tekintetében is, valamint van egy gépjavítási szolgáltatás vagy szolgálatunk is, amennyiben a gépek, mert ugye ami működik, az elromolhat, és a javítás is meg tudjuk oldani akár éjszaka, hogyha úgy alakul, természetesen, hogyha alkatrész kell vásárolni, megvan a kereskedőkkel beszélve, vagy hogyha kell, kinyitnak akár vasárnap is. Eddig műszaki hiba nem akadályozta a munkákat, volt gép meghibásulás, de ezt el tudtuk hárítani, valamint a sóbeszállító vállalkozóval sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani, hogy 3 óra hosszán belül leszállítja a kívánt mennyiséget, és ez nagyon-nagyon jól működik. Ahogy említettem, már nagy költsége van, de úgy érzem, hogy ha hó van és síkosságmentesíteni kell, akkor igenis rá kell mozdulni, csinálni kell, nézni kell a költségeket is természetesen, de első az, hogy a utak járhatóak és hótól mentesek legyenek, és síkosság ne akadályozza a járművek közlekedését. Jó munkát kívánunk akkor önöknek, hiszen látjuk, hogy most is esik a hó, lesz munka még. Köszönöm szépen én is.